Pető Attila vagyok, köszöntelek benneteket. A mai kresszóra egy részét én fogom tartani, a témánk pedig a kikerülés lesz. Meg fogjuk beszélni a kikerülés fogalmát, tehát hogy mikor beszélünk kikerülésről. Megbeszéljük a kikerülés feltételeit. Megbeszéljük a kikerülés irányát. És megbeszéljük a kikerüléssel kapcsolatos tilalmakat. A végén pedig megpróbálok pár jó tanácsot adni, egyrészt a kresszvizsgához, másrészt pedig, amikor majd az oktatóhoz mentek és vezettek, hogy vajon fogtok-e ilyen helyzettel találkozni. Mi a kikerülés? Kikerülés nem más, mint amikor közlekedünk az úton, és odaérkezünk egy olyan helyhez, ahol a menetirány szerinti jobb oldalon valami áll. Lehet ez egy álló jármű, lehet esetleg egy akadály, egy útfelbontás, tehát a kikerülés nem más, mint amikor a járművünkkel elhaladunk egy út szélén lévő akadály vagy másik jármű mellett. Ebben az esetben beszélhetünk kikerülésről. Látszik a kikerülés esetén, hogy átmegyünk a menetirány szerinti baloldalra, hiszen elég széles ez az akadály. Ha emlékeztek, a jobbra tartásnál már említettük, hogy kikerülés és előzés céljából át lehet menni a menetirány szerinti baloldalra. Természetesen figyelni kell arra, hogy a menetirány szerinti baloldalon közlekedve úgynevezett veszélyhelyzetben vagyunk, hiszen képzeljük el, hogy szemből érkezik valaki. Ebben az esetben a KRESZ szabályai alapján maximálisan alkalmazkodni kell ahhoz, aki szemből érkezik, éppen ezért a kikerülésnek úgynevezett feltételei közül az első feltétel azt mondja, hogy nem zavarhatjuk a szemből érkezőt. Tehát olyan távol legyen szabad az út, hogy a szemből érkező járművet ne zavarjuk. A zavarás tilalma azt jelenti, hogy a szemből jövő járművet még enyhe fékezésre sem kényszeríthetjük. Tehát csak akkor mehetünk át, akkor kerülhetjük ki az akadályt, hogyha szemből nem zavarunk senkit, vagy egyszerű szavakkal mondhatjuk, ha nem jön szemből senki. Második feltételként mérlegelni kell, hogy van elegendő oldaltáv. Tehát itt, ezen a helyen elférünk egyáltalán. Elképzelhető, hogy előttünk egy baleset volt, vagy egy teherautónak leborul a rakománya, és nem férünk el mellette. Ilyenkor az akadályt nem tudjuk kikerülni. Illetve van még egy nagyon praktikus feltétel, hogy mielőtt megkezdjük a kikerülést, szintén azért, mert átmegyünk gyakorlatilag a menetirány szerinti baloldalra, győződjünk meg arról, harmadik feltétel, hogy a járművünk előzését egy másik jármű nem kezdte meg. Ezt majd az oktatók meg fogják tanítani az autóban, hogy mi a biztonságos meggyőződés, tükörbenézéssel, hátrapillantással. Ezt megtanuljátok, de mint mondtam, ez a harmadik feltétel. Tehát még egyszer, egy akadályt, egy állójárművet akkor kerülhetünk ki az úton, hogyha nem zavarjuk a szemből jövőt, ha van elegendő oldaltávolság, illetve hogyha a járművünk előzését más jármű nem kezdte meg. Van egy olyan vizsgakérdés, hogy kell-e irányjelzőt használni kikerülésnél. Hát ha ránézünk erre az esetre, akkor egyértelmű, hogy a jármű átlépi a felező vonalat, átmegy a baloldalra. Azt kell mondanom, hogy az irányváltoztatás, tehát a kikerülés megkezdését és a visszatérést jelezni kell. De ne felejtsük el, hogy kisebb akadály mellett, ha sávból van el tudunk haladni az akadály mellett, tehát nem kell sávot változtatni, akkor előfordulhat, hogy nem történik irányváltoztatás. Tehát még egyszer, nem a kikerülés miatt kell jelezni, hanem azért, mert közben esetleg irányváltoztatás történik. Kikerülés iránya, mit jelent ez? A jobbratartásból adódik, látjuk, hogy balról kerüljük ki általában az akadályokat, de ott van az a szó, hogy általában. Azért, mert vannak esetek, amikor nem balról kerülünk ki valamit. Ha például az út közepén valamilyen csatornát javítanak, olyan járművel, ami sárgán villog, figyelmeztető jelzést használó járműnek nevezzük, akkor eldönthetjük, hogy jobbról vagy balról kerüljük ki, nyilván ami az adott helyzetben biztonságos. Abban az esetben viszont, hogyha egy jármű az úttest felező vonalához besorolva balra szeretne kanyarodni,
és ezt irányjelzővel jelzi, akkor csak jobbról haladhatunk el mellette, csak jobbról kerülhetjük ki, illetve csak jobbról kerülhetjük ki az úttest közepén álló villamost is. Tehát még egyszer a kikerülés irányával kapcsolatban annyit kell tudni, hogy általában balról kerüljük ki az akadályokat, az állójárműveket, de van olyan eset, amikor választhatunk jobbról vagy balról, ha figyelmeztető jelzést használó jármű áll az út közepén, illetve a balra kanyarodó járművet és az úttest közepén haladó villamos csak jobbról szabad kikerülni. Tilalmak azok a helyzetek, amikor a kikerülést nem hajthatjuk végre. Felhívom a figyelmet, hogy az előzési tilalmak értelemszerűen nem érvényesek a kikerülésre, tehát egy előzni tilos táblánál egy ott álló járművet, ha a kikerülés feltételei adottak, ki lehet kerülni, de ugyanakkor van két eset, amikor kikerülni sem szabad valamit. Az egyik, a villamost már említettem, az az eset, amikor a villamos megállóhelyen a fel- és leszállás az útteste történik, ilyenkor, ha megáll a villamos, meg kell állnom mögöttem, nem kerülhetem ki, hiszen ott lesznek a gyalogosok előttem. Tovább haladni csak akkor szabad, hogyha a villamos becsukta az ajtaját és elindul. Illetve egy viszonylag ritka eset, amikor iskolabusz vagy gyermekszállító busz áll meg előttünk az úttest szélén, kiteszi a vészvillogót, ami azt jelzi, hogy a gyerekek felleszállnak a buszról. Ilyenkor, ha kétszer egy sávos úton, azaz párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton vagyunk, akkor nem szabad kikerülni. Ha több sávos úton kerülünk ilyen helyzetbe, akkor viszont fokozott óvatossággal elhaladhatunk mellette. Gyakorlatilag a kikerüléssel kapcsolatban ennyit kell tudni, majd a gyakorlati oktatás során készüljetek fel, igen, fogtok sok ilyen helyzettel találkozni, hiszen ha más nem gondoljatok bele, hogy a városi kis utcákban nagyon sok esetben az úttest szélén parkolnak a járművek, és ha tovább szeretnénk menni, akkor általában ezeket ki kell kerülni. Összefoglalnám. A kikerülés volt a témánk, megbeszéltük a kikerülés fogalmát, beszéltünk a kikerülés három feltételéről, megemlítettem a kikerülés irányát, amiből szintén három variáció létezett, illetve megbeszéltük a kikerüléssel kapcsolatos tilalmakat. Remélem ezek után értettétek a témát, és sikeres vizsgát fogtok tenni. Köszönöm a figyelmet!